visszamentünk a szállásra, mert a tiramisu az elég desszertnek bizonyult, viszont fagyit majd mindenképpen be fogjuk pótolni, de közben pihentünk, zuhanyoztunk, stb. Majdnem 20 000 lépés volt meg a délelőtt folyamán. Hey! Szükség volt egy kis pihenésre, meg felfrissülésre. Most viszont elmegyünk vacsorázni. A bakaró gyakorlatilag a velenceiek szava a bárra. Ez egy olyan hely, ahol összegyűlnek egy spritz, egy jó kis szendvics mellett, beszélgetnek, kikapcsolódnak és jól érzik magukat. Na meg is érkeztünk. Itt az étterem, amiről szó van, mindjárt mutatom nektek. A bakaró. Ugye ez a Baccaro túrának az egyik állomása, ahol, ahogy mondtam, környékbeli alapanyagokból készül, jó minőségű szendvicske. Menjünk be, nézzük meg! Hello! Hello! Elég jó a hangulat. Elég jó a hangulat, reméljük, hogy a kaja is finom lesz. Ide nézzetek, itt fogunk kajálni. Nézzünk benne. Reméljük, hogy ezzel a pár szendvicskével jól lakunk. Vannak itt ilyen mindenféle sonkák is. Bár. Kíváncsian várjuk a szendvicseket. Megint a fiaimmal, Sádival és Akrammal fogunk kóstolni. Kicsit hangos a zene. Reméljük, hogy ez nem befolyásolja a mi hangminőségünket. Szóval itt mindenki ezek mellé, a mini szendvicsek mellé ezt a kis aperolt iszta. Thank you! Mindjárt mutatom nektek, hogy hogy néz ki ez a menü egyébként. Szóval a Baccaro menü tartalmaz egy aperol spritzet. Tudom, hogy alkoholos, de most az egyszer kivételt teszünk, mert hogy ez ennek a túrának az elengedhetetlen része. Van zöldséges, mindenféle halas, padlizsános, illetve marhás, abból hármat kértem, mert azt mindannyian szeretjük. Gyerekek, ezektől a halas dolgoktól, aki régóta követ, az tudja, hogy írtózom. Már a tarkovos kóstolásnál is rosszul voltam tőle, de mondjuk a szardini az nem olyan rossz dolog, hát ő így néz ki. Na jó van. Olyan, mintha egy fokhagymás pirítósom lenne egy ilyen olajos szardínia. Ez ilyen ketteske az ötből. Megnézzük a vegetáriánus. Na ez már jó. Na ez már nagyon jó. Itt egy kis paprikakrém van az alján, amire érkezik egy lehelletnyi padlizsán, ami isteni. És egy kis bazsalikommal van megbolondítva, 5/5. Ez azt hiszem valami lepényhal, vagy nem tudom, nem is néz ki jól. Nem vagyok annyira a halas dolgokért. De ez jó. Ez jó. Simán egy ötös. Egy kis csirkés. Amin van, kis sajtkrém és pisztácia darabkák. Pirított. Ötös, jöjjön a padlizsános. Paradicsom, padlizsán, szintén pisztácia darabok. A kenyér nagyon jó, viszi a hátán az egészet. Perfekt, a kedvencem. A hús, a marha. Ez egy érlelt marha, nagyon finom. Prezzola? Azt hiszem, igen. Borzasztó finom, és pesto van rajta. Csillagos ötös, gyerekek. És akkor egy kis aperollal le kell ezt önteni. Azért érezni az alkohol, de erősen narancsos illata van. Én még sose ittam miatt, nem vagyok egy nagy alkoholos. Alig érezni az alkohol, rendkívül kellemes. Nagyon jó élmény. Ezt be fogjuk puszélni a gyerekekkel. Melyik volt a kedvencem? A zöldségesek és a marhás. Hibátlan győzelem. Muszáj volt repetázni, mert ezek nagyon jók voltak. Mindjárt érkezik a következő adag. Alright. Thank you very much.
A repeta annyira finomak, és annyira kis komplex ízélmény, tehát mindegyiken van egy kis rafinéria, egy kis játék, egy kis Philadelphia krémsajt, egy kis pesto, egy kis paprika krém, valami kis incsiklandóság van rajta, úgyhogy ezek most megint a marhás, ez nem pesztós, hanem Philadelphia krémsajtos, meg ezt se kóstoltuk az előbb, ez is valami pesto krémsajtos, már esünk is neki, az előbb nem kóstoltuk, viszont nagyon-nagyon jól néz ki. Pesto, krémsajt, balzsamecet, mediterrán ízorgia. Ő a nem pesztos, hanem Philadelphia krémsajtos. Terasz is van, ki lehet ülni, a szabad ég alatt élvezni ezeket a finom falatokat, aperolt iszogatni, becsicsenteni, jól érzni magukat az embereknek, a barátaik szeretteik társaságában. Egyszerre táplálkozik a lélek és a test. Thank you very much. Egészségetekre ismételten. Epres aperot. Még azért egy fagyikát mindenképpen szeretnénk. Napok, órák óta üldözzük a fagyit, de nem találunk. Amúgy van mindenhol, csak a legtöbb helyen nagyon nagy sor áll. Ebbe az estébe ennyi fért. Én az aperollal, a gyerekek pedig a Gyüdítővel leültünk egy zsákutcában, egy lépcsőre, és onnan néztük, ahogy fodrozódik a víz. Szép jó reggelt mindenkinek! Második itt ébredt napunk Velencébe. Eléggé hangos a reggel is már itt, viszont azt hozzá kell tenni, hogy még a helyek ilyen 10 óra fele, 9 és 10 óra között nem nagyon vannak itt. Elindultunk reggelizni, találtunk is egy helyet, mutatom. Így néz ki a reggelink, tipikus kis bistró olasz reggeli. Ezek tonhalas olívabogyósak, garnélás tojásos és paradicsomos mozzarellás. Ebben van cuccbőve, nagyon finom. Friss, omlós, tényleg tele van töltelékkel. Öncsillagos, gyerekek, öncsillagos. Kóstoljuk meg a garnélás tojásosat. Öncsillagos. Közben elkészült a kapucsinunk, és ez a tiéd. Időben érkeztünk, mert most már nagyon nagy a tömeg. Nézzük meg a következőt. Ez egy egyszerű mozzarella és paradicsom. Az az igazság, hogy el sem lehet képzelni ennél jobb reggelit. Köcsillagos gyerekek! Cappuccinoval, üdítővel minden együtt 23 eurót fizetünk. 6 szendvics van benne. Nem mondom, hogy a legolcsóbb, de viszont friss és nagyon finom. Most már teljesen megtelt a hely. Nem is tudnánk. Szerintem, ha most érkeznénk, be se jönnénk.
vagyunk az isteni reggelin. Bőséges volt, laktató volt, és nagyon finom volt. És azt hozzá kell még tenni, kicsit kómás a fejem, hogy egyszerűen az olaszok nem akarnak tudomást venni arról, hogy te angolul szólsz hozzájuk. Tehát még annyi, hogyha elköszönsz is egy goodbye, vagy valami, ők mindig grazie, ciao. Tehát nagyon adom amúgy ezt a fajta makacságot. Tényleg jó. Megyünk vissza a szálláshelyre, pakolunk össze, jelentkezünk ki, és indulunk Riminibe, gyerekek. Hogy milyen volt Velence? Két szó jut az eszembe. Csodálatos és felejthetetlen. Ezért is fájó szívvel hagytuk magunk mögött, de bíztunk benne, hogy hasonló felejthetetlen élmények várnak ránk Riminiben is. Szállásunktól egy jó 25-30 perc gyaloglásra elértük az autónkat, bepakoltunk és megindultunk Rimini irányában. A következő adásban már onnan jelentkezünk. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozz fel a csatornámra, lájkolj és kommentel, ezzel nagyon sokat segítenél nekem.